Köszöntök szépen mindenkit a Sonic Superstars végigjátszásának, hát ugyan külön ilyen epizódjában, amiben hát gyakorlatilag azt a plusz egy részt, ami ugye jött újonnan, ugye a Trips story, ami gyakorlatilag lehet, hogy ugyanaz lesz, mint amilyen volt az alap main story, csak ugye annyi a különbség, hogy a karakter az eléggé fixen egy lesz. Viszont amit ugye lehet látni, hogy a 7 Chaos Emerald az meg is van, tehát valószínűleg itt végigpörgethető nagyon gyorsan az egész story mód, és lehet, hogy egy kicsit másabb is lesz talán, de majd még kiderül, hogy is lesz az a dolog. De minden esetre úgy fest, hogy a komplett 11 zónát azt nagy valószínűséggel végig kell tolni, vagy legalábbis itt a Bridge Island-től kezdi el egyébként a játék itt ezt a különálló sztorit. Úgyhogy hát megnézzük, hogy akkor egy ilyen hasonló olyan külön rész lesz, mint amilyen volt ugye előzőleg a... Hát ugye nem olyan régen a... Alone in the Dark esetében, hogy ugye megnéztük mind a két végletet, itt meg megnézzük a különálló részét ilyenek a játéknak. Ugye a fő részével ugye nemrég végeztem. És hát azért meglátjuk, hogy miben másabb ez. Mert azt nézve, hogy ellenben ugye minden izét lehet használni, ugye ami van a Chaos Emeraldnak az erejét. Fel tudom használni. Úgyhogy igazából tényleg egy kicsit olyan, hogy lehet ám ezt ilyen speedrunba tolni. Így mondjam. Ellenben nem tudom, valószínűleg csak itt a izét lehetne majd akár ugye összeszedni itt az 50 gyűrűt. Tudom, sok különbséget egyébként nem látok a pályák közt. Hát ugye nyilván a karakter az, ami más. Hát meg ugye medálokat lehet összegyűjteni, hát amit ilyen, köszönöm szépen, azt úgy viszonylag ki is hagynám. Valami meg is jelent amúgy. Közben itt is kiütöm a rákba. Ezt néztem, hogy várja is. Aha, itt volt egy ilyen plusz bónusz stage. Hát ugye medálokat lehet összegyűjteni. Ez már arra jó, mert special stage már szerintem nincs. Gondolom én. Most már tényleg így, hogy főleg, hogy ugye a Chaos Emeraldokat összegyűjtöttem, azért nem igen van. Amúgy kicsit érdekes ez a név. Tehát ide minden jobb, még az LSD trip is. Éljünk a rossz szóviccekkel és névhasználattal. Ez most csak így húszamód beugrott. Ó, 44. Meg van mágnesem is. A hajt például ugye nem enged tovább. Igen, szóval bizonyos helyeken... Az igen! Ez egy sárkány. Eddig tartott. Ezért pofátlanság volt elvenni. Én úgy érzem.
Na, legalább egy medált összeszedtem. És dead. Erre annyira nem számítottam, hogy ez így előttem így... elengedi magát. Igen, szóval azért mondom, hogy valószínűleg egyébként... az meg... Szóval egyébként lehet ám speedrunolni itt a... a... pályákat. Mert eléggé ugyanaz, én amennyire látom. Ja igen, ugye ezt az egyektet ugye meg lehet csinálni. Ami hát ugye nyilván az, hogy... ah, igen. Jó, legalább itt hál' Istennek nem kell izé. Aha, és így is kapok egy medált. Ja, hát mindegy, végül is feljutok. Ugye ez viszonylag egy egyszerűbb... bónusz. Ó, 284. Na, mindegy. És 3 medál. Jó. Nem mintha sokan érnék egyébként a medállal, de... köszönöm szépen. Na, mehetünk akkor tovább. Szóval, amennyire észreveszem egyébként, tehát helyenként... ugye lezár bizonyos pályarészeket, ami egyébként annyit jelent csak, hogy ugye ő vele alternatív útvonalon tudok menni. Igen, szóval annyi biztos, hogy valószínűleg ilyen tele annyi lenne egyébként az idő. Ja igen, egy kis piszok. Az nice. Ez hogy fellőtt. Akkor azt nézem, hogy van izé is. Ez totál megérte. Ott volt egy gyümölcs. Ez valamelyikük most fel is szedte.
Hát, ha esetleg ezeket fel lehet szedni, akkor azért megpróbálom. Ma úgy látom, jön az egyik ilyen izé robot. Én nem is tudom, hogy ezeknek a robotoknak van valami értelme. Ugye ezek úgy jönnek. Na, megjött Eggman. Gyere, megalázlak, érted? Milyen formában. Nem nagyon tud mit csinálni vele meg Eggman, tehát így színmi alázom. Aha, és ki is tudom egyébként kapcsolni. És hát bármikor. Ezt is tudom lőni, hát hogyha megvan a izé. Ennyi. Vagy jó, hogyha sikerül az 50-et megszerezni, akkor egyébként tök jó, mert amúgy színnél lehet őt alázni, úgyhogy azért mondom, lehet, hogy itt néhány bossnál ha sikerül, akkor megpróbálom megalázni. Aha, szereztem egy gyümölcsöt. Na, az teljesen jó. Na, nézzük tovább. Aha. Hoppá, na ebből egyébként sikerült összeszednem egy bónusz stage-et. Igen, szóval mindig egyébként ennek az a lényege, és a kéoszemerádnál is ez volt, hogy nagyon úgy kell valahogy esni, hogy rohadt közel legyek, vagy mondhatni elé érkezzek. De máskülönben nem megy. Igen, így a béka nem tud izé elkapni. Igen, azért mondom, szóval itt most nem nagyon kell rá feszülni arra, hogy na most itt, na például azért mondom, bónusz stage-eket is nagyon ki lehet hagyni, semmi értelme nincsen, esetleg csak ilyen poén faktorja van az egésznek. Te szemétláda. Max erre izére lehetne ráfeszülni, hogy az 50 gyűrűt megszerezem, és akkor a boss végére meglegyen mondjuk a szupersonic képességem, de kb. Ennyi. Azon kívül nagyon más nincs. De szemét! Kerültem. Ha,
De kicsit idegesítőek ám ezek a hülye robotok. Igen, de figyelni kell ezekre. Jó. Igen, ugye ez a izéjön. A szúnyog. Jó, teljesen szar helyre lőtte ezeket. Nem engedi a izénél. Mi a fene? Énkor de jól lenne még egyszer eltalálni. Uha, ez nem volt túl megfontolt. Elrontottam már, mert igen, mert nem nagyon kellett volna egy jel. Na gyere. Hogyni. Na még egyszer. Igen, megjelent rohadt nagy izé veréb. Az 50 kilós veréb a villanydróton ugyebár. Mit mond? Na, hát megjött Feng. Egy ilyen kakád. Volt egy medál? Várjál már itt. Én nem tudok tovább menni. Ja, ezek szerint ez csak... Ja, zsákutca. Ja, mert szerintem ott izé volt, nem? És ezen gondolkodok. Nem special stage volt ott. Miért álltam meg? Ha! Azt te csak hiszed. Azt hiszed, ez így működik. Ups. Thank you.
Nem tudok itt tovább menni, de izé... Ha! Mellé. Na, így is berohanunk a special stage, a bonus stage-be, bocsánat. Special stage már nincs. Mondjuk felvetődik bennem egyébként az a kérdés, hogy... hogyha ugye a fő izében nem sikerül mondjuk a... Hogy hívják ott megszerezni ugye a 7 Chaos Emeraldot ugye a story módban? Celeburdiám ez a rohadt medál. Na mindegy. Jó, hát ez a medál, ez nem lett az enyém. De mindegy. Totál lényegtelen. Igen, szóval ezt szeretném kinyírni. Köszönöm, kedves játék. Miért ilyen rohadt nehéz? Bum. Ez a robban minden. Na igen, az első nem sikerült egyébként ez. Miért, azt nem tudom. De rohadt szemét. Igen, szóval azért... Nem feltétlenül lesz ez egyszerű. Nem! Kurva szád! Most a hülye izé miatt visszaestem a szögek miatt. Próbálom ezzel kicsit a játékot átbaszni azzal, hogy... Egy nem kapkodni, hát mert ugye itt... Itt inkább ez a lényege, hogy itt mászkáljak. Hogyne? Igen, szóval azért helyenként nem segít sajnos neki a képessége, nem van, amikor egy picit nehezít rajtam.
De jó, hogy jókor izé jött. Akart ezt a hülye izét nyomni. Mindig ugrani kellett, csak azért. Arrébb pöccentettem a izét, és kaptam egy... Hogy hívják ott? Plusz... 10 gyűrűt. És még arrébb tudtam pöccinteni a táblát. Teljesen jó. Azt kéne megnézni, hogy én most itt errefele... Aha. Abban reménykedtem, hogy ha esetleg mondom, fölmegyek arra, lesz-e valami. Mert azért előfordul pont Sonic játékoknál, hogy azt mondja, hogy az elején van egyébként, mint amely akár special stage, vagy bármilyen bónusz. Persze nem mindig. Az ez nice. De szétszabotált ez a lágba. Na mindegy. Akkor lehet, hogy annyira nem kéne ezeket erőltetni, ezeket a bonus stage-eket, mert tényleg sok értelme nincsen. Az időt húzzák inkább, hogy így fogalmazzak. Jej. Tudtam rengeteg izét. Gyűrűt. Ja, itt meg ugye a sötétben rohangászós rész. Én ugye ez kicsit olyan, hogy ezt nem nagyon szabad olyan gyorsan tolni, ez a not so fast. Itt látszik, hogy izé a pálya az így újra generálódik. Igen, ugye ez nem szokatlan. Nem tudom melyik játék. Ja, pont azt hiszem, pont a Sonic CD-ben volt ez. Hogy ott is ugye volt az, hogy pont a Tidal pályán, hogy újra generálódott a izé. Na, megint megyünk a sötétbe. Jó, ez mondjuk... Jó, ez érdekes volt. Ugye ezt hogy sikerült összehozni, hogy én így leesek,
tök lightosan. Csak a szarokkal hadilában állok. Na várja. Igen. Részileg is ott voltam itt a probléma. Nem lehet ezt a részt csak... Igen, akku... Szóval nem lehet ezt csak ultra lassan csinálni. Hát ultra lassan. Ez nem igaz, csak hát nem lehet tényleg ilyen túl gyorsan csinálni. Jó. Ezek szerint csak ide enged. Ez is mitől függ, hogy ezt egyetem mikor fogja meg? Na jó, próbáljuk meg ezt egy kicsit valahogy okosabban megcsinálni, nem állandóan meghalni. Kakát vegyetek, szívesek. Oké. Okay. Jó, királyság. Akkor most kérdezem, hogy mi a tököm ad ilyen hangot ki? Of course, itt a nyulak. Ez az világosabb rész. Tök jó, hogy erre is fel lehet mászni. Wow. Indokolatlanul jókor fogtam ezeket úgy meg. Oh, jó van. Erre azért annyira nem számítottam, hogy még jön. Lényegtelen. De pont azért... Mert úgyis itt van. És most lesz boss fight.
Akartam is kérdezni, hogy mikor akarja megunni már itt a izét, de ennél akarja. Jaj, te! Igen, ugye muszáj ezt a hülye ízé kék rakétát használni, hogy miért? Jó, lehet, hogy ezt inkább... Nem tök, hogy ilyenkor így, ilyen formában tudok maradni. Ez végre úgy istenesen meghalni. Ezt jól sikerült. Mert hogy még hagyni kellett volna az formát. Hát ez a baj, azért nem, mert pont ezt mondom, hogy mint a hülye kék rakétákat vissza kell lődözni, szóval nem tudok vele mit csinálni. Ja, kaptam gyümit. Hell yeah! Mehetünk tovább. Jöhet a hármas. Igen, mert egy Sonic Tact van, azt hiszem. És ezt most pont nem fogom szerintem ezeket az ilyen special acteket, csak a gyümölcsöseket. Jó van, jó sikerült. De nem tudok felmenni. Yes. No. Semmi értelme nem volt ott annak fönt. Mi azt jelenti, hogy lehet, hogy valószínűleg ott volt egy special stage egyébként eredetileg. Aha, volt egy ilyen plusz. Igen, ugye ez lett volna még egyébként a másik, amit amúgy akartam használni a főboss ellen, de... Mondjuk most már megvan, hogy a főboss hogy fogom tudni
majd megcsinálni, de hát... Ugye legalábbis... Úgyhogy már a fő sztori megvan. Az anyádat. Kis piszok még fogta magát, azt el is tűzött. Nem tudom kérdezni, most ennek amúgy volt valami értelme? Az tök jó, hogy össze lehet ezt ilyen könnyen pusztítani. Hoztam össze. Ki se tudok innen menni, mi? Oké, érdekes volt ez. Ezt nem tudom, hogy hoztam össze. Ez valami merő profizmus. És én még arról beszéltem egyébként, hogy hát, hogy én bugokkal nem nagyon találkoztam. Hát, igen, valahogy ez eddig tartott. Azt a izét, ezt kihagyom inkább, köszönöm. Mindjárt meg lesz itt a 400. Meg is van. Jó. Eddig tartott a 400-am. Ettől függetlenül aztán meg is van a izé. Hogy a nénikédet. Igen, szerintem ezek nem voltak, úgyhogy egy minimál extra azért itt van. Esküszöm, komolyan mondom, erről részről izé jut eszemben. A... Rayman Originsben a... Már az utolsó rész, ahol ott is ugye a fő boss ellen kellett menni. Az volt ilyesmi. Van értelme itt a izét elhasználni. Lehet, hogy lenne. Vagy ha lenne, igen. Ó, várjál, itt most kapcsolok. Nem is Eggman ellen megyek, hanem egy robot ellen. High spec robó ellen. Akartam kérdezni, mondom, he? Mondom, mi van? Mire várunk, tapsra? Gondolom nem nagyon tudja értelmezni itt ezt a... A bossnál a izét? A... Supersonic képességet? Vagy mi van? Ez jó sokáig tart. Ez ilyen tartós, mint a tej. Ja, lehet, hogy addig, ameddig nem érek földet. Ez te bullshit. Na, nem akarsz kimúlni végre? Ah, hogy nyaljalak meg. Igen, akkor rombold le. Ezt legyél szíves.
Végre dead. Igen, tehát szóval Eggman helyett egy robó van. Úgyhogy lehet, hogy viszont a mint fő boss lehet, hogy más lesz. Ha, az mondjuk érdekes lehet. Persze nem vagyok benne biztos. Mert kicsit az olyasmi, mint pont, azért mondom, kicsit olyan, mint az Encore mód, a Maniában. Ott is ugye nem Eggman van, mint fő boss, hanem az egyik ilyen izé. High spec robó. És ez is egy kicsit ilyen. Hogy azért ugyanúgy ledarálom ugyanazokat a izéket, a pályákat, meg minden, csak egy leheletnyit más egyébként az egész. Nem sokkal. Még az Encore mód az poénosabb, mert ugye ott az van, hogy még ott ugye karakterek közt váltogat a játék. Tehát, hogyha felszedsz, mit tudom én, olyan izét. Szóval, ja, úgyhogy azért mondom, hogy szerintem ez egy kicsikét ilyen haladósabb, ez már a negyedik stage. Szóval, ja, úgyhogy ha körülbelül izé meg tudom azt csinálni, hogy fogom és a 50 hűrűt ugye megszerzem, és ezt meg is tudom szépen tartani, akkor egyébként nincs probléma. Bosszt le lehet aztán könnyen verni, az cső. Hát én arra nem akarok ráutazni. Arra a bónusz stage-re fölösleges. Itt igazából elég, hogyha végig rohanok itt a pályán. Sok érdekeset úgyse kell nézni, meglátni. Mondom, szóval ennyi a lényeg, hogy ne basszam el izét, most hello. Igen, ott mondjuk valamit én kiszúrtam, azt akartam felvenni minden áron. Ezt ott megérte. Vagy most megint olyan helyre kerültem, ahol már voltam. Igen. Kicsit visszafele megyek. Aha, ezt találtam meg. Ja, mert igen, ide kell jönni. Hopsz, totál véletlen estem amúgy bele. Igen, elég érdekes helyen vannak ezek pakolva. Csak megint ez. Csak fogom meg. Ott voltam közvetlen mellette.
Ezt a bullshitet érted? Na ezért nem akartam vízi bonus stage-be bejutni, mert ennek annyira nincs értelme. Meg azért mondom pár medálért. Ja. Igen, mondjuk egyébként ez a pálya tényleg annyiból poén, hogy... Ugye ilyen, mit pörgős. Ja. Igen, mondjuk ez itt, ez a rész egyébként marha érdekes volt. Igen, mert valahogy ezt így kell megoldani, hogy csak dobjon már át a bajzébe. Csak minden áron ebbe az izébe vezet bele. Ah, ott volt egy medál. Na mindegy. Te rohadjál ketté! Jó, de mondjuk ez nem is volt olyan nehéz. Igen, meg kb. Csak ennyi. Igen, már azért mondom, nem nehéz egyébként ez a boss, tehát ez low. Ez kicsit gyorsan össze is szedtem. Tök jó, hogy ilyenkor kapok plusz 15 pontot. Anyád! Nem ára, át akartam ugrani, felszedni ezeket a gyűrűket. Pedig mondom, a boss önmagában nem nehéz, lófütyez. Ezt elsőre megcsináltam volt. Na, még így is el lehet érni, meg még így is meg lehet egy kicsit ütni. Mondjuk, wow! Most tudtam, hogy így is lehet. Nem muszáj ezt a cuccot izé használni, hanem csak így egyszerűbb. Hogyha el tudok jutni mondjuk a tetejére, akkor úgyis eléggé lájtosan tudom megütni.
Igen, akartam kérdezni, mondom, valami nem stimmel. És megvan. Pont az nem stimmelt, ami eltakarta izét. Jött a felirat. Ej, nem adott pluszt. Azt nem tudom mi alapján adja, de azt hiszem izé pont. Pontszám alapján. Á, itt van az izé gyümölcsös. Hát ezt azért jó megcsinálni. Nem olyan fontos egyébként, de hát meg lehet simán. Ugye a bónuszban nem, itt ugye nem lehet belehalni, csak annyi van. Itt ugye a izéket elveszem, amiket ugye felszedek. Ugye kb. Csak ennyi az egész. Szeretem ez a szari szivatni. Ó, ja igen, de viszont meg lehet halni. Jó, mindegy. Annyira nem lényeg, úgyis medára megy csak a dolog, meg azt hiszem a legvégén... Most tudom mire, egy gyümölcsre? Azt tudja. De mindegy, azért mondom, ki lehet hagyni. Tehát ez csak olyan bónusz, ami tényleg mondom, medára megy. Csak így, hogy ugye elmondtam, hogy a medál gyakorlatilag ebben a játékban totál értelmét veszti. Ezért igazából fölösleges a medállal szórakozni. Jaj, minden robban. Igen, ott volt egy izé bónusz. Na. Meg is van az izé 100, úgyhogy már meg is van egy érme. Egyébként várjál, ugye az van, hogy most tartok a... Jó van, igen. Itt lehet, hogy kelleni fog a lassító. Szóval most tartok egyébként a negyedik zónánál. Van. Ami izé miatt egy kicsit beszopattam magam, mert ugye a nyíl oda izé előtt volt, és azt hittem, hogy na oda, hogyha felugrok, akkor valószínűleg ott van valami. Hát nem.
Jó van. Jól el vagyok, mint a befőtt. De... direkt visszahúzom. Pont azért, hogy ne érjek ahhoz a szarhoz hozzá, erre csak hozzáérek. Nyugodt meg cselesendet, akit találták. Ó. Ezt meg tökéletlenül találtam, és nem ezt akartam. Mert úgyis ide jöttök vissza, ami egy kicsit szopatósabb, mert opa. Miért a izé miatt. Wow. Are you kidding me? Na végre! Ott rohadjál meg! Mondom, csak már izé... ne szívasson már meg, hát ha hanyagyára szívok vele, ne gyere, jött egy gyere! Indokolatlanul? Igen, lett volna az a kérdésem, most mi az Isten van, hogy miért nem tudok tovább haladni. A végre. De kedves volt! Hogy azt mondja, ott egy izé nyomjad be, aztán benyomom, aztán de hops, tűz! Igen, akartam kérdezni, mondom, remélem nem az van, hogy szimplán leesek. Nem nagyon mertem azt meglépni, de... szerencsére azért nem. A vonatos részt azt úgy kihagynám, de hát ezek szerint itt most pont nem fogom. A te utolsó moslék! Jó, valami robbant. Te ez micsoda? Kilőtt már baszod olyan izé irányba, hogy vissza nem lehetett már hozni, egyrészt, másrészt meg... De várjál! Sőt, a fenéket. Ha jól láttam, egyébként hozzá kellett volna, érjek ahhoz a szarhoz. És szerintem az volt a probléma, hogy nem ért hozzá. Vagy hát... hozzá kellett volna, hogy érjen. Szép volt. Ó, hogy te szügyesünt, esküszöm.
úgy robbanják fel. Köszönöm. Végre túléltem ezt a rakásszart. 44. Csak ez a baj, hogy... De még 6. Mi? Jól sikerült. Inkább ezt használom. Legalább valamennyit pusztít belőle. Jó, már se tudom használni. Nem az van, hogy emeletek tudnom kéne használni. Úgy nem. Az anyád, de hát hogyha nem akarok egyébként erre ráugrani, akkor miért ugrik rá? Mind nem az, hogy ráugrik, hanem gyakorlatilag azt megmászni nem akarom. Igen, egyébként ez az, amit nehezen lehetett összehozni egyébként a, most tudom, első végigjátszásnál. Nem haragszol, azért nem szórakozik veled ennyit. Hogy bazd meg. Inkább, hogyha nem szarna villám, akkor bazd meg. Akartam mondom, ez kicsit kezd pofátlanba átszaladni. Nem, kúrod meg a nénikédet, légy szíves. Szia Balázs! Hogy... Csak
miért is egyébként egy CZ-tok válni? Semmi. Végre megmortélt. De sokáig tartott. Na ez egy elég idióta egy boss. Lenne ezekkel a hülye forgós részekkel, ezekkel nem nagyon lehet eltalálni, szóval ezt nem tudom, hogy gondolták, de mindegy. Na, viszont kapok gyümit pluszba. Hell yeah. És... Egy jéghideg mit kérsz? Mi az, hogy mik lesz kék a sün? Nem tudom. Ez kizár dolog, mert nem tudom. Vagy hogy mikor lesz? Mert ha mikor, akkor már volt. Már nem lesz. Akkor igen, hogy mikor lesz kék. Hát, már nem lesz. Most már. Az már sajnos nem aktuális. Már az kimúlt. Most más van helyette. Három kell... Micsoda? Három órás kerés és hula faradtság? Hát na... Tegnap voltam így. Mikor keltem tegnap? Fél öt? Azt hiszem, ja. Ó, te meg szarjásünt! Bazd meg, meg fog dögleni. Mondtam. Csak nem éppen erre gondoltam. A jó öreg vizes pályák. Amiket kurvára nem szeretek. Hát, igen. Sőt, én még igen, Discordon is aktív voltam. Egy körrel. Hát szóval, ja, tegnap volt egy hajnali kerésem. Ma nem. Ma hál' Istennek nem. Mondom, nekem kell, köszönöm. Erre meg mondjuk nem akartam lenni, de mindegy. Egy húzós volt a tegnap, hogy korán kellett lenni? Igen. 4-5-kor értem haza, aztán. Igen, kellemesen vergődtem egy sort a 10 napon, a kúra jó időben. Ja, eléggé fárasztó volt a tegnapi. Nem, mint hogyha ma is el lett volna fárasztó, csak az már inkább más értelemben volt fárasztó. Ha, ezt el fogunk kapni ma még? Nem mi.
Azért beszarok ezen. Akartam is kérdezni, mondom, le tudok én masszívan esni? Igen, tegnap napozás, ma megősz egyébként, abszolút. Hát nem tudom, what the fuck is this időjárás egyébként, de egész héten ilyen szár lesz, szóval. Nem baj. Sok értelmeset nem nagyon lehet csinálni. Úristen, kerek 12 000, what the fuck? Most nézem, baszod, várjál már, most 2 órája megy a stream. Jeez. Ja, most meg vagyok egy kicsit kavarva, mert most ugye új felvétel is van, amit csinálok. De most ugye pont emiatt, hogy fősztorit befejeztem, és most ez a mellék. A melléket elkezdtem, így most eléggé képzavarban vagyok. No, para. Várjál, ez hanyadik ideje, azt hiszem ez az 5. 6. meg kéne még csinálni, szerintem azt akkor legalább úgy egy fokkal jobb. Gyere ide! Lusta vagyok én itt szenvedni a bosszal. Nice. Osztom, mekkora rozmár. Jól elfocizok itt a táblával. Na. Shield. Úristen, milyen régen láttam shieldet. Szóval jó. Meg kell nézni a térképet, de várjál, azt hiszem ez az 5. Igen, mert a Casino Night volt a 4. Nem? Na, megnézem a térképet ezután, a Act után. Nem vagyok benne most már túlságosan biztos. Nagyon elvesztettem ám a fonalat, ezt meg vissza lehet tolni. De sok értelme nincs. Jaj, ez a gyümölcsös? Ó, te. Ez nem olyan könnyen lett csúszható. Vagy legalábbis nem mindegyik. Igen, nehéz megmondani, mi az, ami csak szimpla pályállam. Igen, mert nem olyan könnyű. Én mivel ez könnyebb volt megcsinálni ezt a részt, mert elég egyértelműen ott volt, hogy meg tudtam ütni a gyümölcsöt. Mivel azért annyira nem. Aha, ez valószínűleg víz alatti pályákon lehet használni nagyon. Ja, várjál, mit bénázok. Fogom magam, fölmegyek innen.
Igen, a Pac-Man hal. I'm going to megfullading ornát. Mit szólt Balázs ahhoz, kéne hétvégén hepajkodni? Csak mert itthon vagyok. Vagy hát leszek hétvégén. Hú, az meg leesős. Na, akkor szupi. Ki kéne gondoljam, hogy kéne folytatni, ugyebár a... Mit neklep? Kettőt? Hogy vagy kéne azt idékor nyomni pénteken, vagy szombaton. Itt van a kurva nagy ananász. Nem vagyok, nincs nagy aktivitás? Hát de mondjuk azt vettem észre, hogy Morgan befejezte bassza meg az LSD-t, vagy várjál, még meg kell nézzem, mert még azért ebben nem vagyok ám túlságosan biztos. Nem vagyok ezzel még meggyőződve. Csak annyit láttam, hogy bő 6 órás. Úgyhogy ha tipsmixelnem kéne, akkor elmeretek befejezte azt a jatkét. Annyi volt csak. Na hát igen, ennyi. Morgan nem várt meg, bazd meg, aztán itt izé lenyomja az LSD-t. Hát, öcsém. Mik vannak? Nem baj, nekem is végig kéne játszanom már. Eljön még az az idő. Majd valamikor. Kösz játék! Na, itt legalább checkpoint. Hogy felszaladtam? Én is végigvinném a 365 napot? Oh yes! Ja, nekem ide fel kell menni. Na de ez... bónus tagehe! Szóval ja, én is egyébként a 365 napot végigvinném, mert ez amár úgy... Ja, igen, szóval... Tehát egyébként amúgy tényleg a játékot azt amúgy végig kell úgy 365 napot tolni. Az a helyzet, hogy Morgan lehet, hogy izé úgy tűnt, hogy szivatom, de amúgy nem. Direkt az ott utána jártam, és tényleg azt írják, hogy nem az az ending, az csak egy ilyen izé, ami beadott neki videót. Hogyha egy olyan a charton olyan helyen van, ugye mit tudom én, az orr meg a két szem, hogyha az takarja, akkor ad be egy ilyen speciális videót. Tehát ez nem a vége. Tartalmasabb lenne az előző. Nem Minecraft. Tartalmasabb.
Na látod, hát elő... Tessék, én adtam neked, bazd meg, Flatout 3 ötletet, azt erre azt mondod, hogy nem. Na várjál. Hadd gondolkodám. Ott tököm, ez eddig nem volt itt. Én kaptam megint 5 medált. Ez hogy azt nem ismerem, hát... Ezt a történetet sajnálatos módon nem veszem be. Elpöccintettem. Na látod, hát egyszer volt izé közös játék, hát igen, az őskorban, hát az mikor is volt, hát az sem ma volt. Tény is való, de... Kb. Az annyit is ért. Áh, jaj ne! Te izé fog jönni, ah, várjál! Ja, akartam, hogy a izé jön a hülye malacos boss, de nem. Upszi. Hát várjál, szóval nem is tudom, mit lehetne egyébként ajánlani. Amit legalább hajlandó is lenne végigjátszani. Jó, ez most fogós kérdés. Óriási gyümölcsök. Kurva eget. Érzem, hogy itt lesz a boss. Ja, faszt! Jej! Térkép! Na hadném, mert hogyha ez volt a hatos, akkor lehet, hogy itt kéne. A felét. Nem, ez az ötös. Ó, az itt egy act... Egy act 3-at is kell ebből letolni? Hát ez bullshit! Viva Land Dreamhouse-t kivégítnek a kiging... Aztán korra gyorsan végig is vitted. Az nem volt valami nagy szám. A pitliben. Most mit történt?
mindenképpen nyomni kell a vizet. Ezek meg megmortéltek. Az a baj, hogy ez a szar ez nem tartam sokáig. Ezt a csalást! Ugye, hogy utálom a vizes pályákat, esküszöm? Kurvára nem a kedvenceim. Ez az. Mehetek így. Közös portál, kóp. Hát az mondjuk... Ő is lehet. Csak mondjuk... Mondjuk nem valami chilles játék az. Abban a formában, ahogyan kipróbáltuk legutóbb. Vagy egyébként annak amúgy csak az az egy szépség hibája van, az nem túl chilles. Ez inkább rohadtul ökörködős. Ejj, hogy most szedem fel, érted, azt erre már el is bukom. Jej, kiszabadultam a vízből. Az kiégetés inkább. Az biztos. De... várjál, nem mondjuk... Na most az eszembe jutott esetleg, hogy mondom, talán Svenko, mert azt lehet chillesbe tolni. Csak mondjuk aztán úgy nehéz mondjuk interaktálódni a nézőkkel. Bazd meg, megint megfulladni készülök. Oké, hogy amúgy láthatatlanba felszedtem egyébként egy... Hmm.
hogy... Szia, letényleg ezt a rohadt vizes pályát esküszöm. Kitalálta ezt még Act 3-ba, told le. Végre. Kirobbant a gejzír. Jej, Super Sonic. Tudom, lusta leszek. Majd egy ilyen ezt a részt, ezt kurvára nem is szeretem. Én ezt így jó kiütöm a rákba. Az igen azért ilyenkor, hogy visszalök. Felszedtem egy izét. Ezzel nem vagyok hajlandó, hogy izét szenvedni. Az hogy a francba csináltam, hogy közben itt elvesztettem az izéket, gyűrűket? Így sebződtem. Mert aggál egy néző kedvéért. Hát? Gondolkozhatsz abban, ha úgy érzed. Mondjuk nem tudom, hát igen, ugye a három ember, hát ha a három ember összejön, akkor végül is lehetne, de ha nem, akkor meg lehet, hogy a másik. Szóval hát ja, azt lehet, hogy állíts be úgy, hogy A terv meg B terv. Te moslék szemétláda. Az konkrét. Pont ott voltam a izé előtt. Az ellenfél előtt. Vége. Kicsit érdekes volt. De ez...
Te rohadt sunyi dög! Anyád, mennyi van ezekből? Nice, hogy ott fogtam, átugrottam telibe. Imádom azért a játék nekem a logikáját. Várjál csak, add el ezt. Appát faszát, hát el is veszi érted a izét. Most akartam kérdezni, de miért nem tudok én erre amúgy felmászni? Erre kéne menjek. Ja, azt hiszem itt lefele. Nem. Ó, hogy... Szíjetek már sinde tényleg. Hello, nem. Ez kurvára a legalja a pályának. Ugye te most csak szivacs baszod? De most várjál, mi van. De én hülye vagyok, bazd meg. Na jó, felemegyek. Nem tudom. Nem, kurvára erre küld vissza. Tudom, mit besüljedek, aztán már látom. Igen, tehát ez a vége volt. What the hell? Ne lője ki, köcsög! Jaj, anyám! Jaj, basztag! Az nem rémlik nekem, hogy akkor, hogy ha. Köszönöm, na végre már ott volt a portál, de nem a portál volt a lényeg. Csak a portál az izé legalább segített abban, hogy átvitt ugye másik helyre, ezáltal ugye ki lehetett kerülni. Igen.
Mondjuk nem jártam itt erre pont. Mindjárt az idő lassított nyomatja itt nekem, de... Mi a hátamnak? Na. Lustaság, félegészség. Belekakálom. Csak... Tessék ide jönni. Ez ilyen karja, hogy egyébként egy rohadtul nem tud eltalálni, szóval halál mindegy. Nem is tudom, hogy van, hogyha kinullázódik, akkor lehet, hogy mégis halok. Ja nem, lejár szimplán. Jó, mindegy. Akkor egy utolsó személy! Azt hittem, hogy nem ér el idáig. Miscalculation. Ó, hogy fasz meg. Igen, mert ezt kell ugye tudnom visszalőni. Igen, mondjuk az a baj ezzel, hogy kicsit sokáig tart. Ide. Ám esett. Ah, még épp úgy megfogtam. Te most ugye szopadsz? Te utolsó rohadék szemétláda. Igen, mert csak fogja magát és felrepül.
Miért lehet, hogy ezt alkalmazni fog? Jaj, meg! Jó. Dead. És gyümi. És itt a kurva nagy csirke. Jaj. Na jó van, szerintem lehet azt fogom csinálni, hogy én így felezek szerintem. Hogy akkor a hatosnak a másik fele az marad, akkor majd későbbre. Hello. Aj, mert rossz gombot nyomtam. Lássátok. Mert amúgy megvan. Act 1-et nem fogom még egyszer megcsinálni, itt az Act 2. Ja, sőt, nem is kell Act 2, 7-esre be fogok már menni instant. Ó, hát akkor teljesen jó, szóval... Akkor ennyi. Nem emlékeztem, azt hittem, hogy az Act 1 az izé. Hogy a 6-os zóna az 2 Act-es, de nem. Nem baj. Na, hát akkor... A fele az így meg is van akkor 2 óra alatt, aztán jön a másik fele, mert ugye majd a bossza. Többé ennyi. Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hát akkor ez lett volna a... az első fele akkor ennek a különálló story mód végigjátszásnak. Hát második rész is szerintem azzal fogom befejezni majd akkor a külön sztorit. Úgyhogy találkozunk majd akkor a kövi alkalommal, addig is. További szép napot, sziasztok!